Hello, sziasztok, és csodálatosan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám, szombati napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Balatonalmádi környékéről, a Zöldsáv túraútvonalról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én még mindig itt vagyok Balatonalmádi környékén, a Zöldsáv túraútvonalon, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó lesz tőlem Fricitől, amit ezúttal itt rögzítek, Balatonalmádi környékén, a Zöldsáv túraútvonalon. Tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. És akkor én a továbbiakban arra felé fogom folytatni a sétámat, tehát arra felé fogom tovább folytatni az én kis sétámat hamarosan, de még mielőtt folytatnám arra tovább az én kis sétámat, megmutatom néktek konkrétan, hogy az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem, ez következik most. És közben egy kis körültekintés is, ahogy látható ezen a felvételen, íme, így néz ki a környezet, ahol most éppen tartózkodom, és akkor mindjárt mutatom nektek, hogy honnan jövök. Én konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból jöttem, tehát abból az irányból jöttem az ezt megelőző videómban, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen. Így hát a továbbiakban nem arra felé fogok haladni, hanem szépen fordulok egy újabb 180 fokot, és folytatom tovább a sétámat, itt Balatonalmádi környékén, a Zöldsáv túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. Tehát onnan jöttem, abból az irányból jöttem, és akkor fordulok egy 180 fokot, egy újabb 180 fokot, és közben meg is mutatom nektek, hogy hogy néz ki a környezet, íme, így néz ki a környezet, és akkor folytatom tovább a sétámat itt Balatonalmádi környékén, a Zöldsáv túraútvonalon, méghozzá arra felé. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, tehát haladok tovább arra Balatonalmádi felé, tartsatok velem. És akkor én már folytatom is tovább az én kis sétámat itt Balatonalmádi környékén, a Zöldsáv túraútvonalon, hiszen már az ezt megelőző videóimban is tulajdonképpen ugyanezen a Zöldsáv túraútvonalon sétáltam, illetve túráztam, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen, és akkor haladok is tovább, ahogy látható ezen a felvételen, tehát folytatom tovább a sétámat itt Balatonalmádi környékén, a Zöldsáv túraútvonalon, amit immáron már harmadik alkalommal járok be az elmúlt 5 évben, tehát ez már a harmadik alkalom, hogy bejárom ezt a Zöldsáv túraútvonalat itt Balatonalmádi környékén. Itt pedig van egy keresztbe dőlt fa, hogy látható ezen a felvételen, itt rendesen keresztbe van dőlve ez a fa, ahogy látható ezen a felvételen, hát ez úgy rendesen keresztbe van dőlve itt az úton, tehát ez így rendesen keresztbe dőlt, ahogy látható ezen a felvételen, hát ez rendesen keresztbe dőlt, egy kiszáradt fa tulajdonképpen, tehát ez rendesen keresztbe van dőlve, de szépen meg lehet itt kerülni egy kis dombmászás által, tehát ezt itt szépen meg lehet kerülni. Hát innen dőlt ki, tehát innen tört le, tehát innen dőlt ki ez a nagy fa, amit előbb mutattam nektek, tehát innen dőlt ki, hát itt van neki a csonkja, tehát innen szakadt le, illetve dőlt ki. Hát teljesen ki van száradva, ahogy látható ezen a felvételen. Gyerekek, itt egy kicsit bonyolult itt most a dolog, de mindjárt megoldom. Hát is libbentünk, így, hát látassátok, hogy mekkora fa ki van ide dőlve,
jó nagy fa ide ki van dőlve keresztbe, és akkor itt szépen vissza le kell ereszkednünk az útra tulajdonképpen. Szépen vissza le is ereszkedünk ide az útra. Hát láthassátok, hogy mekkora fa van itt keresztbe kidőlve. Hatalmas. Tényleg baromi nagy. Ami fa ide keresztbe ki van dőlve. Én konkrétan ugye abból az irányból jövök. Tehát abból az irányból jövök. Tehát onnan jövök. És itt megvan ez a hatalmas keresztbe kidőlt fa. Ami ugye itt akadályozza az utat tulajdonképpen. Mert itt haladna az út. Ahogy látható ezen a felvételen, tehát itt haladna az út, csak éppen ez a fa itt keresztbe ki van dőlve, ami nem is kicsi fa, hanem egy jó nagy darab, jó nagy fa van ide keresztbe kidőlve az útra. Bízok benne, hogy az erdészet emberei ezt hamarosan eltakarítják innen, ezt a kidőlt fát, mert tényleg hatalmas, tehát tényleg nagy, tehát arra végig, tehát még egészen arra befelé is benyúlik. Ez a keresztbe kidőlt fa, és akkor haladok tovább itt a zöldsáv túra útvonalon, méghozzá arrafelé. Tehát folytatom tovább a én kis sétámat ezen a bizonyos zöldsáv túra útvonalon, itt Balatonalmádi környékén, és valójában már a Malombőgybe vagyok, tehát már tulajdonképpen a Malombőgyben haladok, Balatonalmádi irányába. Tehát visszafelé haladok Balatonalmádi felé, hiszen ahogy már elmondottam ebben a videóban, meg az ezt megelőző videóimban is, hogy ez a zöldsáv túraútvonal itt Balatonalmádi környékén tulajdonképpen egyfajta körtúraút, tehát egy kört ír le, hisz ugye ugyanaz a kiinduló pontja meg a végpontja is, és az ugye Balatonalmádi vasútállomás, ahonnan kiindul ez a zöldsáv túra útvonal, és végül jó pár kilométer megtétele után oda is tér vissza Balatonalmádiba, a vasútállomásra, ez a bizonyos zöldsáv túra útvonal, ahol most is éppen túrázok, illetve sétálok, immáron már harmadik alkalommal. És akkor haladok tovább itt a zöldsávon. Egy újabb keresztbe kidőlt fa, ahogy látható ezen a felvételen, tehát ott is egy újabb keresztbe kidőlt fa látható. Csak ez alatt szépen át is lehet haladni, mert elég magasan van. Simán át lehet alatta haladni. És jönnek itt még kidőlt fák szép számmal, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát jönnek itt még kidőlt fák szép számmal. Csak ezt már az erdészek úgy látom, hogy elrendezték, tehát már elvágták, hogy ugye tudjanak itt haladni a túrázók, akik ugye erre sétálnak, illetve kirándulnak. Láthassátok, hogy itt is van egy újabb keresztbe kidőlt fa, onnan dőlt ki, onnan föntről, és ez is egy újabb keresztbe kidőlt fa, ami nem is egy, hanem mindjárt kettő. És akkor itt az erdészek már ugye megoldották, hogy ugye átvágták a fát keresztbe, és így járható az út. Hát remélem, hogy a föntebb látott fának is ez lesz a sorsa, hogy jönnek az erdészet munkatársai, és elvágják, és újra normálisan járható legyen ez a túraút, hiszen ez egy eléggé forgalmas és közkedvelt túraútvonal, itt Balatonalmádi környékén. Hát jó, most nem látszik ezen a felvételen, hiszen ugye szombat van, és ez egy olyan szombat, ami tulajdonképpen munkanap is egyben, mert valójában ez munkanap, ez a szombati nap, amikor ez a videó készült. Ugye nekem ez már szabadság lesz, tehát ma éjszaka már nem kell mennem dolgozni, hála Istennek, tehát nekem ez a mai nap, ez már szabadság lesz. Fizetett szabadság, egy nap, de nem kell így bemenjek ezen a szombati napon dolgozni, éjszakás műszakba. Hát jó is néznénk ki, ha most itt a túrázás után még éjszakára is bemennénk dolgozni, ez nagyon faintos lenne. Főleg úgy, hogy ennek a túrának is úgy vágtam bele ebbe a túrába is,
hogy tulajdonképpen éjszakás műszak után vágtam bele ebbe a túrába, tehát egy szemhunyásnyit nem aludtam konkrétan, és belevágtam ebbe az újabb túraútba, ezúttal itt Balatonalmádi környékén, méghozzá a Zöldsávba. És megérkeztünk a Malomvölgybe, tehát ez itt a Malomvölgy, ahova éppen megérkeztem, tehát ez itt a Malomvölgy, ami itt ugye így néz ki. Én arrafelé fogok haladni a továbbiabban, mert arrafelé folytatódik ez a bizonyos Zöldsáv túraútvonal. És akkor most egy kicsit visszatekintünk, hogy honnan is jövök tulajdonképpen, tehát jöjjön egy kis visszatekintés. Én konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, tehát arról jövök, abból az irányból jövök, tehát onnan jövök. És ugye így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Hát íme, így néz ki ez a környezet, íme, tök jó néz ez itt ki. És akkor haladok tovább itt a zöld sávon, tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor haladok tovább itt a Zöldsáv túraútvonalon, itt Balatonalmádi térségében, illetve Balatonalmádi környékén. És akkor mindjárt meg is mutatom néktek a Zöldsáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzését, hogy bizony-bizony én itt vagyok a Zöldsáv túraútvonalon, éppen ugyanúgy, mint a ezt megelőző videóimban is. Hát íme, itt látható a Zöldsáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és a továbbiabban is természetesen ezen a Zöldsáv túraútvonalon fogok haladni, itt Balatonalmádi környékén, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor haladok is tovább, ezen a bizonyos Zöldsáv túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható, íme. Tehát íme itt látható. És akkor haladok is tovább itt a Zöldsávon, tartsatok velem. És akkor itt szépen haladok tovább. Amúgy így néz ki a környezet, arrafelé is el tudnánk éppen haladni. Na de maradjunk a kijelölt úton, az pedig errefelé halad. Így hát én is errefelé haladok, azt hiszem. Igen, errefelé. Tehát haladunk tovább itt, haladok tovább itt a kijelölt túraösvényen. És itt a Zöldsáv túraútvonal tulajdonképpen, itt a Malomvölgyben beletorkolódik a balatoni kékbe, ami már itt van, tehát itt van a balatoni kék is már újra. Hát konkrétan a balatoni kék ugye abból az irányból jön, tehát abból az irányból jön a balatoni kék. Tehát a balatoni kék az konkrétan abból az irányból jön. Arrafelé van Balatonfűzfő, tehát abból az irányból van Balatonfűzfő, abból az irányból jön a balatoni kék, illetve arrafelé van Pétfürdő is, ahol ugye a balatoni kék valójából kiindul Pétfürdőről, de ezt már elmondtam többször is. Hát én meg konkrétan ugye mutatom, én konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, tehát abból az irányból jövök, és akkor egy kis körültekintés, és így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen, és ez pedig itt a Malomvölgy, ami itt látható, tehát ez itt maga a Malomvölgy, ami így néz ki, tehát így néz ki maga a Malomvölgy, itt Balatonalmádi közvetlen közelében, mert tényleg baromi közel vagyunk Balatonalmádihoz. Hát konkrétan az a domb mögött már Balatonalmádi van, tehát az a domb mögött már ott van Balatonalmádi, és ez pedig itt ugye a Malomvölgy, ami itt látható ezen a felvételen, és arrafelé fogok haladni a továbbiakban, mert arrafelé folytatódik ez a bizonyos Zöldsáv túraútvonal, tehát abba az irányba folytatódik, és ez pedig itt ugye a Malomvölgy, ahogy mondottam a előzőjekben, ami így néz ki.
Hát így néz ki. Itt vannak ilyen asztalok, meg padok, ahogy látható ezen a felvételen, tehát asztalok, padok, kijelölt tűzrakóhely, több is van itten, ott is van egy kijelölt tűzrakóhely, illetve ott is van egy, és így néz ki maga a malomvölgy, tehát maga a malomvölgy az így néz ki, itt is egy újabb pad asztallal, tehát így néz ki maga a malomvölgy. És ugye arra felé halad ugye a balatoni kék, tehát onnan jön a balatoni kék, arra felé van Pétfürdő, Balatonfűzfő, tehát a balatoni kék onnan jön, és akkor balatoni kék arra folytatódik, arra a Balatonalmádi irányába, és akkor innentől kezdve konkrétan a zöldsáv túraútvonal tulajdonképpen egy nyomvonalon fog haladni a balatoni kékkel. És akkor haladok is tovább, természetesen. Itt a balatoni kéken, illetve a zöldsávon. Ugye én maradok a zöldsávon, hiszen az ezt megelőző videóimban is tulajdonképpen mindvégig ezen a zöldsáv túraútvonalon túráztam, illetve sétáltam, és ez természetesen a továbbiakban is így lesz. Tehát a továbbiakban is ezen a bizonyos zöldsáv túraútvonalon fogok haladni Balatonalmádi irányába, tehát Balatonalmádiba visszasétálok tulajdonképpen, hisz ugye elmondtam, mert már elmondtam többször is, hogy ez a Balatonalmádi környékén található zöldsáv túraútvonal tulajdonképpen egyfajta körtúraút, tehát egyfajta kört ír le, egy jókora nagy kört Balatonalmádi környékén, ez a bizonyos zöld sáv túraútvonal, ahol most is éppen bóklászok, tehát most is éppen ugye bóklászok itt a zöld sáv túraútvonalon, itt Balatonalmádi közvetlen közelében vagyok most már tulajdonképpen. És akkor szépen haladok tovább itt a zöldön, a zöld sávon. És akkor itt már együtt haladok a balatoni kékkel konkrétan. Tehát itt már a balatoni kékkel egy nyomon halad a zöld sáv túraútvonal. Itt már egy nyomon vagyunk a balatoni kékkel. És akkor szépen haladok itt a zöldön tovább. És akkor egy kis visszatekintés, így néz ki a környezet. Tehát így néz ki a környezet. Ez pedig itt maga ugye a malomvölgy, tehát ez itt a malomvölgy, amit itt látható ezen a felvételen. Tehát ez itt a malomvölgy konkrétan, ami így néz ki. Én ugye konkrétan abból az irányból jövök, és ez pedig itt a malomvölgy, ami itt látható ezen a felvételen, íme. Tehát így néz ki a malomvölgy konkrétan, itt Balatonalmádi közvetlen közelében, tehát így néz ki a malomvölgy, ahogy látható ezen a felvételen, íme. És akkor haladok tovább itt a zöldsáv túraútvonalon, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor haladok tovább a zöldön arra befelé, Balatonalmádi irányába, mert ugye erre felé van Balatonalmádi. Hát valójában szépen vissza fogok gyalogolni konkrétan Balatonalmádiba, mert tényleg konkrétan vissza fogok gyalogolni Balatonalmádiba tulajdonképpen. És akkor haladok tovább itt a zöldsáv túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor itt szépen haladok a zöld sávon, Balatonalmádi felé. És nem sokára majd meg is érkezek vissza Balatonalmádi városába. Tehát nem sokára majd vissza is fogok tulajdonképpen érkezni Balatonalmádiba. Hát valójában ugyanoda fogok visszaérkezni, ahonnan elindultam, tehát konkrétan ugyanoda fogok visszaérkezni, ugye a Szent István Parkba,
Tehát ugyanoda fogok visszaérkezni konkrétan, mert tényleg ugyanoda fogok visszaérkezni, ahonnan elindultam, hisz ahogy már mondottam ebben a videóban már többször is, meg a ezt megelőző videókban is, hogy ez a zöldsáv túraútvonal itt Balatonalmádi környékén tulajdonképpen egyfajta körtúraút, tehát egyfajta kört ír le, egy jó nagy kört leír, és végül ugyanoda visszamegy, ahonnan elindul, és az ugye nem más, mint Balatonalmádi vasútállomás. És akkor szépen haladok tovább. És akkor itt a zöld sávon szépen visszacsurgok Balatonalmádiba. Itt a zöld sávon szépen visszacsurdogálok. Vissza Balatonalmádiba. És akkor mindjárt meg is mutatom néktek a zöld sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzését, hogy bizony-bizony én még mindig a zöld sáv túraútvonalon vagyok, éppen ugyanúgy, mint ahogy az ezt megelőző videóimban is tulajdonképpen ezen a zöld sáv túraútvonalon voltam. Hát íme, itt látható a zöld sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, tehát itt látható a zöld sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, illetve itt látható a balatoni kéknek is a jelzése, tehát ez a balatoni kék tulajdonképpen, tehát ez a balatoni kék sáv, ami itt látható, tehát íme, ez itt a balatoni kék sáv túraútvonalnak a jelzése, és ez pedig itt a zöld sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és én természetesen a továbbiakban is ezen a bizonyos zöld sáv túraútvonalon fogok haladni, itt Balatonalmádi környékén, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor haladok is tovább ezen a bizonyos zöld sáv túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható méghozzá, arra befelé, Balatonalmádi felé, tehát arra felé. És akkor egy kis visszatekintés, hogy honnan is jövök. Hát én konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, arra felé van a Malomvölgy, tehát abban az irányban van a Malomvölgy, én onnan jövök, tehát abból az irányból jövök, tehát onnan, és akkor így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen, és szépen folytatom is tovább az én kis sétámat Balatonalmádi felé, a zöld sáv túraútvonalon, ami arra felé van. És akkor haladok is tovább. Tehát folytatom tovább a én kis sétámat, illetve túrámat itt Balatonalmádi környékén, a zöld sáv túraútvonalon. Amit ugye teljesen újjáfestettek, tehát most már kijelenthető az, hogy ezt a zöld sáv túraútvonalat teljesen újjáfestették, újra festették, mármint a turista jelzésekre gondolok, tehát teljesen újra festették a zöld sáv túraútvonalnak a turista jelzéseit, itt Balatonalmádi környékén, illetve Balatonalmádi városában, amit én természetesen üdvözlök, tehát én ezt üdvözlöm, akik ezt a zöld sáv túraútvonalat újra festették, mármint a turista jelzéseket, tehát üdvözlöm őket, mert nyilván többen voltak, mert nyilván nem egy ember festette végig az egész túraútvonalat, hanem többen, az szinte 100% biztos. És akkor szépen haladok visszafelé, Balatonalmádi felé tulajdonképpen, és majd nem sokára vissza is érkezek tulajdonképpen Balatonalmádiba, tehát vissza fogok érkezni konkrétan, vissza Balatonalmádiba, nem is olyan sokára, vissza meg fogok érkezni Balatonalmádiba. Ezért jó ez a zöld sáv túraútvonal, hogy ez ugyanoda visz vissza, ahol tulajdonképpen elindul, ahonnan kiindul, ugyanott van a vége, és ugye az Balatonalmádi vasútállomás. És akkor szépen haladok tovább, itt a zöld sávon, Balatonalmádi környékén.
Akkor szépen visszafelé haladok most már, vissza a városba, tehát vissza Balatonalmádiba haladok, tehát visszahaladok, visszatérek tulajdonképpen Balatonalmádiba. Hát ugyanoda fogok visszatérni, ahonnan kiindultam, tehát a Szent István parkba fogok visszaérkezni, ahonnan elindultam ebből az egész sétával, még a délelőtt folyamán, hát azóta már délután van, hát konkrétan 1:45 lesz nem sokára. Hát azért egy pár órát igénybe vesz ez a kis útvonal, főleg úgy, hogyha az ember videózik, tehát úgy főleg vesz időt igénybe, jócskán, amikor az ember videózza végig az adott útvonalat, azért az időbe telik. Hát és ez is egy jó pár óra volt, mire ugye végigérek, tehát ez is egy jó pár óra lesz, mire a végére érek ennek az egésznek, mert tényleg ez jó pár óra lesz, tehát nem csak 1-2 óra, hanem vagy 3-4 minimum, lehet, hogy 5 is lesz, mire visszaérkezek a Szent István parkba. És akkor szépen haladok Balatonalmádi városa felé, itt a zöld sávon, Balatonalmádi környékén. Itt szépen haladok visszafelé tulajdonképpen. Hát most a teljes erőből visszafelé haladok. Vissza Balatonalmádiba. És pillanatokon belül vissza is érkezek Balatonalmádi városába. Hát most a tényleg pillanatokon belül visszaérkezek Balatonalmádi városába tulajdonképpen. Hát tényleg pillanatokon belül vissza fogok érkezni, vissza Balatonalmádiba. Méghozzá a Malomvölgy irányából. Tehát a Malomvölgy irányából érkezek vissza Balatonalmádi városába, hisz így halad a zöld sáv túra útvonal. És ebbe a pillanatba vissza is érkeztem tulajdonképpen Balatonalmádiba. Tehát már vissza is érkeztem Balatonalmádiba tulajdonképpen. Ugye itt van az első lakóház, lakóépület, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát itt van az első lakóépület, ahogy látható ezen a felvételen. Hát valójában vissza is érkeztem ugye Balatonalmádiba. Tehát vissza is érkeztem Balatonalmádiba konkrétan. Itt a zöld sáv túra útvonalon, tehát visszaérkeztem Balatonalmádiba szépen, tulajdonképpen, és akkor újra itt vagyok Balatonalmádiba, tehát újra itt vagyok Balatonalmádiba tulajdonképpen, visszaérkeztem, tehát így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Itt ugye van egy vízművét terület, tehát itt a DRV-nek van egy vízművét területe, tehát itt van a DRV-nek egy vízművét területe. Én konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, arrafelé van a Malomvölgy, tehát arrafelé van a Malomvölgy, én konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát abban az irányban van a Malomvölgy, én onnan érkezek, tehát onnan van, ott van, arrafelé van a Malomvölgy, és íme megérkeztünk tulajdonképpen vissza Balatonalmádiba.
Tehát ez itt már Balatonalmádi újra, és itt van a vízműnek egy védterülete, a DRV-nek, és akkor így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen, íme. Tehát így néz ki a környezet konkrétan, hát íme. Tehát így néz ki. És valójából vissza is érkeztem ide Balatonalmádiba tulajdonképpen, mert valójából visszaérkeztem ide Balatonalmádiba, mert tényleg visszaérkeztem konkrétan, újra itt vagyok Balatonalmádiban. Tehát újra megérkeztem ide Balatonalmádi városába, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát újra megérkeztem Balatonalmádiba, méghozzá a zöldsáv túra útvonalon, és ugye abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, tehát onnan, arrafelé van a Malomvölgy, tehát arrafelé van a Malomvölgy, és tulajdonképpen ez a séta ennyi is lett volna konkrétan, hiszen visszaérkeztem ide Balatonalmádiba, tehát ennyi lett volna ez a séta tulajdonképpen, mert tényleg ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Tartsatok velem legközelebb is egy következő videóban, amit még nem tudom, hogy hol fogok rögzíteni, mert nem tudom, hogy hol fogom még rögzíteni. Egy biztos, hogy én visszaérkeztem ide Balatonalmádiba, tehát visszaérkeztünk ide Balatonalmádiba, és arrafelé fogok szépen visszasétálni, Balatonalmádiba, tehát arrafelé fogok visszasétálni, de ez itt már valójából Balatonalmádi. Ez a séta viszont részemről itt véget ért. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és hogy megnéztétek ezt a videót is, meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és velem tartottatok. Tartsatok velem legközelebb is, egy következő videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ebben az újabb kis sétában, illetve túrában, tartsatok velem legközelebb is, ez a túra ez ennyi lett volna, bejártunk a zöldsáv túraútvonalat, itt Balatonalmádi környékén, teljes egészében. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, tartsatok velem legközelebb is, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Balatonalmádiból, a zöld sáv túraútvonalról. Sziasztok!